Üdv mindenkinek, sok szeretettel köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok egy újabb karriertippel. Ebben a videóban folytatjuk az Állásinterjú kérdések és válaszok magyarul és angolul című sorozatot. Egy újabb állásinterjú kérdést járunk körül, mégpedig a miért önnek adjuk ezt az állás kérdést. Nos, a videóban el fogom mondani az válaszadásnak az alapelveit, hogy mire figyelj, amikor megkeresed az ideális választ erre a kérdésre, és a videó végén pedig mutatni fogok nektek egy minta választ magyar nyelven, és ahogy azt már megszokhattátok, angol nyelven is. Ha érdekel téged ez a téma, vagyis az állásinterjú felkészülés, akkor iratkozz fel erre a csatornára. Ha pedig rosszul érzed magad a jelenlegi munkahelyeden, ha minél előbb egy új állásra vágysz, ahol több pénzt tudsz keresni, akkor nézz rá arra a tréningre, az állásvadász tréningre, amit nemrégiben készítettem. Ez végigvezet téged az összes lépésen a személyes márkaépítéstől egészen a bértárgyalásig. És akkor nézzük a mai állásinterjú kérdésünket, tehát miért önnek adjuk ezt az állást. Valamennyi állásinterjú felmerül ez az örökzöld kérdés, hogy miért neked és miért ne másnak adjuk az adott pozíciót. Mi különböztet meg téged a többiektől? Hát ezzel a kérdéssel az interjú azt akarja megtudni, az interjúztató azt akarja megtudni, hogy a sok jelentkező közül szerinted, a saját véleményed szerint miért te vagy a legalkalmasabb a pozíció betöltésére. Nos, a válaszodban röviden és tömören lényegében azt kell bemutatnod, hogy te miért vagy egy jó befektetés. Tehát, hogy miért téged vegyenek meg, és miért ne a többi pályázót. Mit nyer az adott cég azzal, hogyha téged választ? Hogyan tud profitálni a képességeidből? Tehát lényegében, nagyon egyszerűen mondva, egy nagyon ütős értékesítési prezentációt kell tartanod, lényegében saját magadról. Nézzük az alapelveket. Az első számú. Koncentrálj arra a problémára, amit meg tudsz oldani. Tulajdonképpen minden állás egy vagy több konkrét probléma megoldásáról szól. Ugye az álláskírásból nagyon könnyen kideríthető és nagyon könnyen kiderül, hogy milyen típusú problémára keres az az adott cég egy megoldást. Például egy új termék értékesítése egy kompetitív piacon. Tehát kiderül, hogy milyen probléma megoldását várják tőled. Ha van tapasztalatod az adott piacon, akkor mindenképpen ki kell ezt hangsúlyoznod az állásinterjúban. Tehát derüljön ki az, hogy neked nagyon komoly tapasztalatod van új termékek értékesítése terén. Tudom, benne van az életrajzodban, de mindenképpen hangsúlyozd ki az interjú során. A második számú alapelv, legyél egyedi. Az a legjobb, ha néhány konkrét példán, vagy a még jobb, hogyha néhány konkrét történeten keresztül mutatod be azokat a képességeidet, amelyek megkülönböztetnek téged a többi jelöltől. Tehát például, mit értél el a korábbi munkahelyeden, amire ennél a cégnél is igen nagy szükség lehet. Legyen egy vagy két olyan képesség a tarsajodban, és erre készülj fel otthon, amit nagyon nehéz megtalálni más pályázókban, és amivel időt és energiát tud spórolni a leendő munkáltatódnak. Harmadik számú alapelv. Párosítsd össze a képességeidet az elvárásokkal. Tehát legyen egy példád, legyen egy személyes történeted minden egyes a kiírásban szereplő elvárással kapcsolatban, ha belekérdeznek, amelyből kiderül, hogy valóban rendelkezel az adott képességekkel. Például, hadd mondjak egy konkrét példát, ha azt kell bizonyítani, hogy te igazi csapatjátékos vagy, mert majd egy csapat tagjaként kell helytállnod, akkor említs meg egy olyan időszakot az életedből, amikor neked egy csapatban kellett dolgoznod, és a csapaton belül, illetve a csapatoddal együtt sikeresen, hatékonyan, határidőn belül és nyerességgel fejeztetek be egy adott projektet.
Tehát nem elég, ha azt mondod, hogy igen, én jó csapatjátékos vagyok, legyen erre egy személyes történeted az életedből. És végül a negyedik számú alapelv, legyél tömör. Ne feledd, hogy ezt a személyes történetet, amiről az előbb beszéltem, te nem egy családtagodnak vagy egy barátodnak meséled. Tehát a válaszod legyen rövid, tömör és egyértelmű. Én azt javaslom neked, hogy amikor otthon gyakorolsz, vagy otthon készülsz az állásinterjúra, akkor ez a sztori, amit elmesélsz, ne legyen egy percnél hosszabb. Tehát arra törekedj, hogy egy percen belül össze tud foglalni ezt a történetet úgy, hogy átjöjjön az az üzenet, és megértse az asztal másik oldalán lévő interjúztató, hogy mire szeretnél kiukadni, és mire szeretnél felhívni a figyelmére, mire szeretnél felhívni az ő figyelmét. És akkor, ahogy említettem, nézzünk egy minta választ erre a kérdésre, először magyarul, majd utána angol nyelven. Tehát minta válasz erre a kérdésre, egy értékesítési vezetői munkakörre jelentkezel, nagyon sok tapasztalatod van ezen a területen, de tudod, hogy nagyon sokan pályáznak erre az adott pozícióra, hogyan tudod megkülönböztetni magad a többiektől. Nézzük először a mintaválaszt magyarul. A kiírást olvasva azt látom, hogy kimondottan olyan jelöltet keresnek, aki rendelkezik értékesítési vezetői tapasztalattal. Ahogy az önéletrajzomban írtam, én több mint 10 éves vezetői tapasztalattal rendelkezem ezen a területen. De ami igazán megkülönböztet a többi jelöltől, az az a képességem, hogy jól tudok bánni az emberekkel. Élvezem, amikor motiválhatom a kollégáimat, vagy társaloghatok a vevőkkel, mert tudom, hogy egy elégedett vevő mindig visszatér. És akkor nézzük ugyanezt a választ angolul. When I read the job posting, I noticed that you specifically mentioned you were looking for someone with sales management experience. As you can see on my resume, I have over 10 years of experience, but what I think really sets me apart from other candidates and will make me a valuable addition to your team is my ability to combine that with my people skills. I also enjoy interacting with customers, and I know that a happy customer is a repeat customer. Nos, a videó végén én köszönöm, hogy megnézted ezt az összeállítást, remélem tudsz majd belőle profitálni. Szeretnélek megkérni, hogy oszd meg ezt a videót barátaiddal és ismerőseiddel, hogy ők is tudjanak belőle profitálni. Még egyszer köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!